Lajos bácsi, mikor és hogyan lett a Kispest labdarúgója? Hogy kezdődött a pályafutása? Úgy kezdődött, hogy én itt születtem Kispesten. Itt laktunk. Én már a 40-es években jártam meccsre apámmal. Még arra is emlékszem, hogy voltunk, amíg a temetőnél volt a régi Kispest pálya. 38 előtt, mert ez 38 körül épült ez a pálya. És helyre szépen, hát tulajdonképpen 44-ben már a bátyám járt le, járt az ifi bejátszott, szóval jött a háború. Aztán mit játszott? Centerhalfot. Igen. És na, a lényeg az, hogy 45 lement a rumli, lent voltunk Orosházán a háború után, hazajöttünk, indult össze az iskola, és mentem én is már, akkor szólt a testvérem, a Gyuri, hogy te gyere, jöhetsz már kifelé, mert kezdődnek az edzések, és kimentem, de hát jelentkeztem. Hát a több, sokan már Fitoncsi ott lakott a közelben, nem tudom, hogy jártált arra a Szekfi utca iskola. Na, hát a Bárfitoncsi mellettel lakott a Kisárpi két sarokkal följebb. Ezekkel már grundumi focizó mondták is, hogy gyere már, mert kell egy kapos. És ki mondta azt, hogy, tehát először grundon fociztak, és ki mondta azt, hogy gyertek a kacba focizni. Tehát valaki kinézte a gyerekeket? Micsoda? Hát a keresztapám az a elektros művek főkönyvelője volt, aztán a nagy Fradi szurkoló, aztán szólt, hogy gyere a Fradiba, fél. Még azt is veszett a két csak. Igen, mert apám azt mondta, hogy Kispestibe te oda menjél, mert bátyám meg már járt, de ugye egy fél, már a bombázások idején még eljárt a ifjúbe, de aztán ő is ugye elvedekül, jött a rögtön az ostrom, meg a háború, meg mit tud, de aztán. Na, a vége lett ott, szóval a bulinak kimentem, Jézus Mária, hogy hívták, majd eszembe jött, ott volt egy intéző, gyere, te vagy a kis faragó, igen, na gyere vele. Mentem, bevittem most a folyosót, a csapkajtól közöttem. Az volt akkor az utánpótlás, az ifjel, vagy így cserdülő edző, és ott ki volt rakva a szerelés sorba. Azt mondja, gyere, itt van, te úgyis kapus lesz, ő mondták. Igen, ő már tudta Toncsiék, Márfiéktől, hogy mindig engem lögtek be, én voltam egy kicsi. Kis manusz voltam, aztán engem kicsi menjen a kapuba, tőle szaladgáljon ki. És kérlek szépen, töltjük be, és gyere a szertárba, keresünk a lábadra a cipőt. Na, 45. szeptember 1-től utána vagy hozzá egy fényképet leigazolva. 45. szeptember 1-től lett a kacig az ott a drúja? Igen. Nagyszerű. A 45. szeptember, hát nem elsőjét, augusztus végén napokon jöttünk haza, iskola kezdődött, hát valamikor akkor töltötték ki a igazolványomat. Nos, bácsi, már érintőlegesen szóba került az édesapja, Faragó György. Igen. De kevesen tudják, hogy ő a kacba védett. Egy évet, azt hiszem. Én úgy tudom, hogy kettőt. Kettőt. Ő úgy mesélt el a papa, hogy valaki, aki előtte volt, most nem tudom a nevét, azt elvitték, és ő a kispesti törekvésben védett. Tehát az volt a második kispesti csapat. És kispesti törekvésben védett, és akkor megkeresték, hogy jó, kezdődik a bajnokság, és nincs a csapatnak kapusa, és akkor úgy került a Kispesthez. Én még valami, ha talán tudom, hogy visszakerült-e a törekvésbe, de mintha láttam volna még a törekvés pályán egyszer egy meccsen őt védeni. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy láttál védeni az édesapját? Még igen, azért, mert hát akkor még ilyen több szín gyerekek voltunk, de elvitt még ízig valamikor 39 táján valamikor, hogy valahol arra volt, de már beépült minden az a rész, ahol a kártörekvés pályája volt. Úgyhogy én még láttam őt védeni. De ő még szokott otthon a kertbe, aztán fejelni velünk megint. Maradjunk még egy picit az édesapjánál. Mi lett vele, amikor
elkerült a kactól, és abba hagyta az aktív labdarúgást. Mi lett vele? Igen, igen. Hát a Budapesti és Elvei Értéktőzsdén dolgozott a áruosztályon, gabona, végül is már valami gabona szakértő volt, mert osztályozták a gabonákat. Egész addig, amíg 48-ban nem jött ez az államosítás, és nem mit foglalták el valamikor abból lett a tőzsdepalota, a tévé, a tőzsdepalotából lett, az volt az a tőzsdepalota, abból lett a Magyar tévé első épülete, meg stúdiói, őket meg átköltöztették, oda Nádor utca sarkán volt valami, szűkebbre vették, de ő még sokáig, nyugdíjig ugyanúgy dolgozott, csak akkor sokat utazott a határa, mert sok reklamáció volt, főleg az oroszok vizétek, hogy nem volt fuvarok, és amit gabonát innen vittek ki, kukorica, meg búza, meg egyéb szeres takarmány, a magunkban az eső alatt kezdett megrohadni már, hogy akkor úgy nem veszik át. És akkor nekik kellett ott a határon mindig ott új szállítmányban mintát venni, igazolni, lepecsét, a nedvességtartalomtól kezdve mindent bevizsgáltak, és mondom, ez a szerelmény mehet, mert minden ép és egész. És olyan is ment aztán nyugdíjba. Lajos bácsi, mi az oka annak, hogy ez a korszak rengeteg tehetséges játékost termelt ki, úgymond, csúnya szóval. Ugye voltak azelőtt a Grundok. Igen. És felsorolni is hosszú lenne, hogy mennyi tehetséges játékos jött ki. Mi volt ennek az oka? Hát az az időszak a 40-es évektől kezdve én úgy gondolkodom, hogy ugye kezdődött az a háborús balhé, itt háború, odafel kezdtek a németek terjeszkedni, de egyre szűkebb lett a... Nem tudom, előtte is voltak már. Tudod, én arra gondolok, hogy ahogy szűkült az élelmezési lehetőség, de az ekaja mindig volt, és nem volt ilyen nagy szórakoztatási lehetőség, mint most, egyéb egy dolgok. Hát mentünk a Grundra, ahogy jó idő volt, a szabad idő volt, akkor mentünk a Grundra, aztán ott fociztunk. Ez egy csoda. Hát a Bárfi Tocsi az élet atyhavere, ilyen gazda ember volt az édesapja, úgy tudom, volt cséplőgépük is, meg minden, és egyszer kapott egy szép labdát valamelyik szemben. Ami kincs volt, ugye, mert az egy kincs volt, hát aztán, mindig Toszega, gyere már a labdát, aztán mentünk, ott Erzsébet tér volt még akkor, de az így beépült, úgy tudom. Szóval az az életforma, kitermelte, meg hát maga a háború alatti koplalás és minden, a háború közben, meg utána koplalás, az gyártotta. Az a renget, hát az öcsék is valami indultak fel, hogy volt, mikor ölültek a otthon zsíros kenyér. És aztán irány, attól aztán lehetett futballozni, mert azonban volt kalória, meg egyebek. Alig volt vége a háborúnak, sőt, még Budapest egyes részein dörögtek a fegyverek, amikor úgy tudom, hogy elkezdődött újra a labdarúgó élet Kispesten, mikor először kimentek a pályára. A hírek szerint hát eléggé le volt pusztítva minden, ki volt fosztva, amit lehetett, még mezeket, mindent elvittek. Milyen kép fogadta a kilátogató játékosokat? Hát, ha jól emlékszem, a Tribünnek ez a temető felé szakaszán volt egy nagy belövés, akkor nem is el volt kerítve, mikor augusztus végén, szeptember elején jártunk már, addigra már megcsinálták, mert ugye volt egy egyfordulós bajnokság is őszre, és akkor meg még két helyen volt belövés, meg a tetőn. Tehát azt kiabítgatták az őszre, mire jött a rossz idő, úgyhogy nagyon jó
Kesztyűsnek hívták a szertárost, a fia is nagyon jó futballista volt, velünk egy csapatban játszott. Németországban, azt hiszem. Igen, a Kesztyűs Tibi. Ó, volt nekünk egy ifjében olyan szovják, Kesztyűs, Dombai, Márfi, Szemjába. Bomba, csak bajnokságot nyertünk fel akkor, de ez már későbbi idő. Szóval ez a közvetlen háború után az volt, a Kesztyűs bácsinak az volt, ami volt szerszám, az reggeltől estig dolgozott, hogy a pályát rendbe tartsa. És utána jött a hangnap, hogy nem volt, véletlenül nem volt, akkor még csinálgatta azt az edzőpályát és a temetőt felül, az egy földes pálya. Másikat csak később csinálták meg, mert ott még kertészet volt, ahol most előre bemegyünk a kapun, ahol van az a pálya, most műfüves vagy milyen. Igen. Ott ilyen kertész, hogy hívják. Egy idő, sőt, mikor a Honvéd lett, voltak ilyen, minek hívják ezt a téli izéket. Fóliasátor? Üvegsátor. Akkor honvédelmi minisztériumban megrendeltek zöldnövényeket, azt meg kellett ott tényleg termelni és vinni a minisztériumban. Akkor már honvéd. Parancsolt. Mit jelentett a háború előtt kac futballistának lenni? Mennyire volt ez? Nekem öröm és dicsőség volt. És én is ott az elődöktől vettem át, ugye a Cserés Pistáék már idősebbek voltak, öregedtek ki az ifjéből, hát ő korábban is, de nagyon jó isra. Lőrincről jártak, Erzsébetről jöttek játékos, mindegy a Bányai Nándi is, Vekerlébe kezdett egy évet futballozni, aztán jött a Kispestbe. Tehát az egy, mit mondjak, hát hogy mondták, hogy megyei jó város, vagy mi lett Kispestből. Azért még nem lett kerület, addig ilyen megyei jó városnak volt címezve. Hát ez mindjárt, nagyon orvosság, ott volt, orvosi rendelők, minden szó, szülészet, tehát itt a jobb kisvárosok közé tartozott Kispest. És pláne így, ez a, előtte is már NB1-be szerepeltek sokat, már sokáig, vagy nem is tudom, nem, valamikor, mikor bekerültek, utána még nem is estek ki, csak most a valamikor. Egyszer fordult el ez a csúfság velünk, reméljük többször nem. Hogy? Egyszer fordult ez a csúfság elő velünk, reméljük többször nem. Igen, de az már utána... 2003-ban volt. Igen, hogy kiestek, de mindig oda tartozott a negyedik, ötödik hely közelébe, és mindig jó meccsek voltak, jó hangulat, és elég sok néző járt ki Kispestre. Ha már szóba került a közönség, milyen volt a 40-es, 50-es évek szurkolója? Főleg a kispestiekre gondolok, tehát... Jaj, te figyelj! Én egyszer ott még meg is összerezzentem, mert még a temető felülik a pályán, a régi pályán volt egy meccs, és ugye voltam, átsorogtam a fater mellett, meg néztem a meccset, és valamit fütyült a bíró, és valaki kiabálta, hülye bíró! És úgy nézett rá mindenki, minden gyilkosra, hogy lehet itt így beszélni? Tényleg, én húzottam a fatárhoz, mi az ibba a lélesz, és rá is szóltak az emberre, hogy hát így nem lehet így beszélni, itt kérem szépen, igen, kérem szépen, az volt a társadalom, hogy kérem szépen, ezt nem lehet itt ilyet, csak akkor menjen haza, itt nem lehet kényelválni. Biztatták a csapatot, hogy hajrá Kispest, hajrá! Ez volt a szlogen, hajrá Kispest? Igen. Persze. Ötvenes évekről beszéljünk. 50 és 56 között ugye rengeteg nemzetközi mérkőzést játszott a Kispest. Végigutazta Európát, sőt Afrikába is megfordult. Milyen volt ezeknek a mérkőzéseknek a hangulata?
mennyire szerették a játékosok, mit profitált belőle a klub? Hát a klub azt nem tudom, hogy mit profitált. Mi, én akkoriban, amikor az Österreichel, az valami, nem tudom mikor került ide Honvédhoz, most én nem akarok itt dátumokkal kínlódni, akkor tudom, hogy ő már úgy fölvette a profi, csak azt a pénzt, amit esetleg kapott a csapat, az meg kellett fizetni a államka, vagy a szövetségbe, vagy az államkasszába, vagy nem tudom. De annak az 50-es éveknek a, hogy úgymond, hát 49 őszén már a játékosok, már katonák voltak kivezényelve, de hivatalosan állítólag úgy tudom, 50-től számít a Honvéd. De már akkor itt honvédeztek mindenki, hogy én tudom, én 49 nyarán nagybányokon volt a MIFI válogatottal edzőtáborban, és ugye ott a tetszők, hát olvasták, jé, a Fradiból nézi, Édosz lett, meg a Kispestből Honvéd lett, meg ezért, de Honvéd, ott úgy szórakoztak velem, a Honvéd, gyere már! És na lényeg az, hogy sokat jártunk, na akkor már az öcsiék eredményei, meg a játék az megmutatkozott úgy Európába itt a közben. Sokat jártunk át Bécsbe. És azért egyéb országok, vagy megfigyelők jártak át, és ez gondolom, hogy az inspirált őket, hogy ezt a csapatot érdemes lesz meghívni. Aztán már mentünk Olaszba, mentünk Franciába, mentünk Belgiumba, mindig ilyen hétközi meccsekre, vagy a szünet volt, akkor egy hétre is el tudtunk menni, két meccsre is el tudtunk menni, de hát akkor a lényeg a vásárlás volt. Ezek a meccsek tét nélkülek voltak. Mi? Ezek a meccsek tét nélkülek voltak. Ettől függetlenül jól tudom, hogy a csapatok egyáltalán nem úgy játszottak, hogy ez egy tét nélküli meccs? Tehát nyerni akart mind a két. Nem, éles meccsek voltak, éles meccsek. És nem csak volt tét meccs is, mert valamikor voltunk Bulgáriában, hadseregbajnokságon, amikor Honvéd lett, akkor itthon volt hadseregbajnokság, hát az meg aztán már kötelező volt megnyerni, mert már pláne az öcsiék is mind rangosak voltak. Már miniszter figyelt oda, nagyon jó elnökünk volt a Sumet Lajos, a gépjármű osztály főcsoport főnöke, mivel leállták a nagygorékat, meg a teherautókat, a szajcék különböző lakik kiadták. De ha kellett kocsi, akkor mindig az öcsiek szóltak. Lajos bácsi, egy kellene kocsi, elmennénk ide meg. De hogy a városban, jó, majd küldök valamit. Úgyhogy ez a külföldi, ez mi csak úgy vettük ezt, megint utazunk, de jó, kell pénz gyűjteni, aztán jövünk majd egy kis pakkal haza. Milyen emlékezetes mérkőzéseket játszott ilyen nemzetközi? Tehát nem tét mérkőzés, mert majd a később szeretnék kitérni ugye a bajnoki csapatok Európa kupájára, ami 56 igen. végén volt, hanem az előtti mérkőzésekből melyik volt az, vagy esetleg több mérkőzés, ami ugye szintén volt? Tehát voltak ezek, ez szinte menetrendszerűen a husvéti bécsi tornák, meg ősszel valamikor jöttek ki, megint itt volt, aztán mi még visszamentünk a visszavágóra, stb. Aztán voltunk a Milánnal, meghívtak a Milánhoz, lementünk Belgrádba a Partizánhoz, meg nagyon sok felé voltunk Rómába, nem is tudom, most át kéne lapozni a sportokat, hogy mikor, én nem jegyzeteltem soha, hülye voltam, hogy nem írtam el. Hiszen nem csináltam egy ilyen kis naplót magamnak, hogy merre jártunk. De mentünk Franciába, Belgiumba, csehekhöz mentünk. Jó, a másik, akkor már oda is mentünk, az ATK, úgy hívták a cseh katonacsapatot. Akkor mentünk oda játszani, Pozsonyba mentünk,
Mondom, Bécsben az a tuti pont volt, hogy menjünk Bécsbe ősszel, meg tavasszal a húsvéti tornára, aztán nem, mindig csak szóltak, hogy csomagolás, megyünk. Az 50-es évek aranycsapata, ugye mindig azt mondják, hogy ezt az a Honvéd összevásárolta, vagy nem összevásárolta, hanem oda kényszerítették a játékosokat, és azért lett a csapat. De ugye ezt tudjuk, hogy ez nem igazán így van, hiszen az első bajnokságot, a 49-50-es bajnokságot, az színtiszta, majdnem a saját nevelési játékosokkal nyerte a Kispest, és ugye 49 decemberében lett Budapest Honvéd belőle. Na most, Lajos bácsi, hogy emlékszik erre vissza? Ugye ide került a Budai 2, úgymond ide vezényelték, és utána jött a Kocsis, a Rudas Feri bácsi, a Feri legendás játékosa az egyszer egy nyilatkozatában azt mondta, hogy a Kocsis nem kényszerítették, hanem a Budai után jött, mert a Budai elmondta neki, hogy itt milyen jó a Honvédnál, és egyáltalán nem volt kényszerítve. Na most, és a, bocsáss meg, hogy ide szólok, a Cibor meg először, Ciborot Cseppelbe helyezték, mert nem akart ide jönni. Igen, ez ő lett volna a harmadik, akit említek, ugye Cibor volt az egyetlen, akit hogy kicsit erőszakolni kellett. Ugye elkerült Cseppelbe, és onnan került aztán a Honvédhoz. Lajos bácsi, hogy emlékszik vissza ezekre a időkre? Hát figyelj, én 50... Hogy is volt? 50-ben volt, 51-ben. Én már 51-ben jártam ki a tartalékmeccsre Kispadosnak, sokszor félégödőket védtem, és 52-től pedig már az első csapatának, amikor 52-ben vonultam be. Én később vonultam be, mint azok, akik azt a keretet alkották, mert állítólag nem töltöttem be 20 évemet. Én 52-ben lettem 20 éves, akkor az volt, hogy szem a katonai bevonulás határ, és akkor hívtak be. Éppen Pozsonyban voltunk a Honvéddal, mikor hazajöttem, és akkor mondta anyám, hogy itt voltak, hozták a behívódat, át kellett. Tehát, hát mondom, mit tudom, én majd szólok a pályának. Megjöttünk, vagy jelentsék a kieknek, hogy megjöttünk, most már hozhatják. És akkor 52. szeptemberében, augusztus végén kiösszedett dolog, mert akkor edzett, már én az első csapat keretéhez tartoztam, de aztán mondták, hogy be kell menni létszámban, meg átvételre, meg a ruhát adnak, meg mit tudom én, mindjárt ez egy Herce utca volt. És annyi volt a változás, mert én közben már az első csapat keretéhez tartoztam, és várjál, itt volt még a Galambölgyi is, és a Lenner Feri is. De utána bevonultam, azok, nem tudom, a Galambölgyi ment a légierőhöz. Igen. A Lenner Feri meg Veszprém, nem tudom hova ment. Úgyhogy nem, a Lenner ment először el, következő évben, mert csak tudom, itt volt a Garamölnyi, az még az itt maradt, de én, ha kellett, akkor mindig én ő ment a tartalékhoz, én mentem az első csapat kispotjára. Lajos bácsi, a... Ugye, mert közben, ja, bocsánat, közben nem voltak nem. Igen, olyan időszakok, nem tudom megmondani, hogy kitalálták azt, hogy most egyfordulós bajnokság, akkor azért lesz egyfordulós bajnokság össze, mert akkor tavaszi őszi lesz, akkor az is volt. Akkor azt mondták, ez se jó, ugye, mert valaki góri, ha már a Szovjetunióban tavaszi őszi bajnokságban, akkor itt is le az legyen. Ezért kellett ezt a váltást a vezetőknek a politikán keresztül megszervezni, és akkor aztán rájöttek, hogy na jó, vagy puhult valamit, akkor gyerünk vissza európai szintre, őszi tavaszi bajnokság. Ez a csapat már az 50-es évek aranycsapat, a Kispest aranycsapat, ez hemzsegett a kiváló, nagyszerű futbolistáktól. Divatos szóval azt kérdezném meg, hogy ennyi dudás hogy fért meg egy csárdába? Hiszen mindenki klasszis volt a maga posztján. Sokan jelentkeztek, tulajdonképpen igen.
de most úgy volt, hogy erőszakkal behívták, mindenki ülött, hogy ide jön katonának, hát nem ízzel laktanyába fog masírozni, meg ízét szolgálatot adni, meg mit tudom, hogy ide jártak, kész, beírták, sőt, aki megfelelt, az a milyen, volt olyan játékos, nem tudom a nevét, nem is akarom, de valahonnan elhozták, itt volt egy hónapig, előléptették hadnaggyá, rögtön be, és stb. Vége lett a szezonnak, szevasz. Jött egy más, még jobb. Hát, de örültek, ha ide kerültek, mikor már úgy kiélesedett tulajdonképpen az akkori bajnokságban Honvéd MTK rivalizálás, akkor már én mindenki örült, hogy ide, ha ide kerülhetett, de nem tudom az MTK-nál, hogy válogattak, azoknak is borzasztó jó csapatok volt, és hát a Honvéd is, ugye, mert örültek ezek a jó játékosok. Mondom, jöttek, voltak, sokan jártak is, aztán köszönjük szépen, nem kell, akkor jó. Vágyatok, elhelyezünk benneteket. De mind, akkor valahogy az is volt, hogy hogy lehet a katonaságtól megmenekülni. Menjünk a Honvédba focizni. Miután szabadon jártunk, keltünk, nem kell, annak is volt egy rendszere, aztán megszűnt. De az egy külön mese, de röviden betűzöm, hogy kivágjátok. Én mikor oda 53-ban kitalálták, hogy sportszázad, vagy 52-ben van, ugye sportszázad volt, be kellett menni reggel 8-ra, politikai foglalkozás, ez az abaz, egy fél év alatt rájöttek, hogy ez nem megy, mert a vizesek már reggel 6-kor edzélenek, meg délelőtt edzenek, a kosarasokat, egy terem, a közéglabdások, akkor kitalálták, mindenkit elhelyeztek valami honvédségi helyre, valamilyen állam, oda kellett bejárni. Én jártam a központi tisztviasz pénzügyi osztályára. Én bejártam, mert nekem az, ott volt a belvárosban nagyon jó. De oda járt a Rákóczi Laci és a Babolcsai Gyuri a propaganda osztályra. Hogy volt-e dolgunk, vagy nem volt dolgunk, én is, ha nem volt bélszámfejtés, akkor kint sétáltam a belvárosban. Na, ennyi az egész. Na, így alakult aztán, hogy hát mindenki szeretett volna Honvédba jönni. Ezek a nagy játékosok, Puskás, Buzsik, Kocsis, nem sorolom, hogy viszonyultak egymáshoz? Nem volt, volt mindig... A Cibor volt egy kis gonosz törpe, aranyos gyerek volt, de jókat tudtuk rajta röhögni. De mindig valakinek valahol elnyomott egy tüskét, hogy valami kísérlet. Nem lehetett nyugodtan. Szóval verekedés vagy veszekedés nem volt, mert tulajdonképpen egy érdekes dolog, hogy minden meccs után Margit-szigeten vacsora. Még Szombathelyről is, ahogy a korai vonattal eljöttünk, akkor is 8 órára kértünk, vagy a szigetre, a buszban várt az állomáson, ahol nem busszal voltunk, vagy ha busszal voltunk, akkor ugye direkt Pécsről illetve eleve irány a szigetre vacsorázni. És akkor ott ugye jöttek a fröccsök, és akkor volt duma. Na szóval a békés vitatkozások voltak, szóval nem mondom én, hogy rivalizálás, mert azért éreztem mindenki, csak megfelelő volt a csúcsodat. Kimette volna, hogy játszál már jobb halfot a Bozsik helyett, tudsz úgy játszani? Nem, hát akkor ott játszál, ahol a helyed van. Ki volt ezeknek az Rikáknak a fő hangadója? Hát valaki volt, főleg a Cibor, mondom, aki úgy beindította a dumát. Valakinek, nem is a Kocsisnak, vagy Puskásnak, hanem valamásnak odaszólt, és akkor abból elindult egy kis izé. Na, a végén megszólalt a izé. Cucu, na hagyjátok ma abba! Hagyjátok ma abba a hülyeséget! Ő volt a higgadt ember a csapatban, ugye? Igen, keveset. Igen, olyan volt, hogy nem sokat beszélt. De ott volt, de nem is tudott az...
kocsis is öndubás volt, az öcsi is azért mondogatta magáét, na még a Lórán Gyuszi is belebebedve szólt, közben ide-oda, még tényleg még a Gyula itt volt, addig azért nem volt olyan nagy hangzagol, de a végén mindig mindennek a vége az lett, hogy röhögött mindenki. Tehát nem ilyen késebb mártogatás, meg így egyelőtt. Na, Józs bácsi, milyen volt a kapcsolat a játékosoknak a rivális klubok játékosaival? Tehát Vörös Lobogó, Kinizsi, vagy nevezzük Kalinak. Hát érdekes dolgokban összeszámolunk, 7 honvédos volt, és 4 MTK-s az úgynevezett aranycsapatban. Igen. A többi, és sokszor ilyen B-válogatott, meg egy utánpótlás válogatottat, akkor kellett elmennem a B vagy a Somogy válogatott, csak ilyet mondom, meg Észak-Pest, meg Tirol, meg ilyen. Volt olyan osztrák-magyar meccs, hogy 7 csapat állt ki egymás ellen. 3 ott, 4 itt, vagyis fordítva, utána visszavágó volt. Na, a lényeg az, hogy hát az öcsiék, a Nándiék nagyon jól érezték magukat, mondhatom én. Mert voltam én is választott abban a válogatottban, mert érezték, hogy együtt lehet ezt csinálni ilyen jól. Ugye egész 56-ig, amíg az öcsiék kint nem maradtak, a Csikar volt ott a válogatottnál, Hideg Kuti, a Lantos Piska, a Kovács Imre. És 7, meg 4, az 11, de mindegyik játszott. Hát, ja, Gellért Sanyi a vizet, kapus tartalék. Hát 7 honvédos volt, 5 MTK-s, az 12 Buzanszki, 13 Szolika, 14, aztán Csoldás Lajos, 15, kész. Igen. 56 ugye egy félbeszakadt bajnokság, amit aztán a Magyar Labdarúgó Szövetség nem rendezett, mert azért volt egy magyar kupa, ami szintén félbeszakadt, az 2 év múlva lejátszották, volt győztes. A bajnokság az nem fejeződött be. Igen. Hogy emlékszik erre vissza, Lajos bácsi? Hát azért nem fejeződött be, mert ugye közben jött ez a forradalmi balhé. Én akkor értesültem, jött a pályáról a gondom biciklivel. Október 30-a körül valamikor, hogy azt üzenik neked telefonon, csomagolj össze útra, mert hol a jó nap jön a busz a szerelésén a pályára, gyere ki a bőröndöddel együtt, és mehetsz, mert Dózsa Gyűrűtorra kell menni, ott van a gyülekező. Tehát neked nem kell kocsikálni, vagy ha nem is tud, itt lesz a busz a pályán, és akkor felszállsz, tényleg kivettem. Fölrakták a szerelést, 3 vagy 4 vagy 5 zsák szerelést, aztán mentünk a Dózsa Gyöngyöt. Na most ott már voltak páran, akik valahogy értesítettek, ott gyülekeztünk. És várni kellett egy csomót, mert az Emil, és nem tudom, a Cutúval, vagy az öcsével volt a Nagy Imrénél, aki megadta az engedélyt a kiutazásunkra, és engedélyezte az útlevélek érvényesítését, vagy mit tudom, ott hogy csinálták ebben. Végül is valamikor délutánról már visszaértek, na, összeért a társaság, Cibor a géppisztolyát a felszínen felakasztotta. És ő ugye úgy tudom, hogy részt vett a fegyveres akciókba is. Budán valahol küszködött egy kicsit. De hát az nem látta senki, csak ő mesélt. Az egy rafinált gyerek volt. Na, a lényeg az, hogy így elmentünk. Bécsbe megérkeztünk, éppen elmondtam, hogy megérkeztünk a Mariefest Strasszén, a Münderhofba, letáboroztunk.
másnap már mondta az Emil, hogy holnap edzés, már beszélt valakivel, már biztosított pályát, hogy ezért megyünk edzésre, mert a busz ott volt velünk, a Honvéd busz. És annak is érvényesítették a papírját, csavarogtunk jobban a busszal, nem sokat repültünk, még el nem jutottunk Párizsig, aztán valamikor nem tudom én, még úgy is repülni kellett, csak visszaérkeztünk, és mondták, hogy Tóth Jóska az nincsen, eladta a buszt, és hazament, vagy elment valahova, nem tudom. Na, a lényeg az, hogy ott az Ösztönösi Remje fölvette azonnal a kapcsolatot a különböző klubokkal, akik minket hívtak, és ugyanakkor lenyomott egy ízét brazil szövetségnek, vagy gondolom én egy telefont, vagy valahogy, hogy nem volt internet, vagy valami. De a lényeg az, hogy megyünk Dél-Amerikába, csak ne törődjetek vele, úgy néz, hogy megyünk. És rétig valamint november végén még a bilbaói visszavágó előtt vagy után, mert a Bilbaóban játszottuk az első Bajnokok Ligája meccset, de megtudtuk, hogy ki vagyunk sorsolva a Bajnokok Ligára, Bilbaóban. Ott kell kezdeni. Na ezen a címen indultunk el, hogy nekünk Bajnokok Ligája meccsünk lesz, és bizonytalan a helyzet, mi inkább átteszünk a székhelyünket valahol Európába. Így mesélték nekem. Ne törődjetek vele. És na, mert azért jártunk, addig jártunk edzőmeccseket játszani, amit már az ember pénzért között le. Jó, jelenkezett, mikor megtudták, sok csapatám jelenkezett. Szállítani kellett, hogy merre menjünk, hova menjünk, minél kevesebb út. Ugye utat fizették, szállodát, meg 10 000 dollár volt a tarifa, a meccsér. Ebben jól emlékszem, akkor német és francia túra volt tulajdonképpen, mielőtt Spanyolországban. És olasz. És olasz, igen. Olasz, mert végül is Olaszországban fejeztük be az utakat, sőt, le voltunk Szicíliában is. A San Carlóban, Milánóban, San Carlo Hotelban laktunk, onnan indultunk el. Na, oda érkeztek meg már azok a feleségek, akiket már ez a sarc elintézte a határon, áthoztak, hogy jöttek a férjük után. És azok ott valahol Bécsben letáboroztak. Volt, aki ugye hazajött a férjével, megint. Na, sorba megyek, játszhatunk. Decemberben visszaértünk kizé valamikor karácsony előtt Olaszországban, ott volt egy intermeccs, sok meccset játszott. Meg a Milán is, és na, akkor volt az, ja, Brüsszelbe, maradjunk ott, Brüsszelbe jött a sebes, hogy jöjjünk haza, minden meg van bocsátva, meg ezért, de kötelező hazajönni. Akkor viszont az Emil tárgyalt a brazilokkal, és mondták, hogy oké, mehetünk. 7 meccsre. Uh-huh. És akkor tartottak a játékos értekezletet, hogy ez a program január valahányadikán kell indulnunk, 12-én vagy mikor repültünk el Milánóból, január 12-én kell indulnunk, 7 mérkőzés van, a többit majd ott megbeszéljük. Mert még volt, lett volna Közép-Amerikában is valahol a meghívás. Na most annyira a lényeg az, hogy ki akar hazamenni, ki akar jönni. Ugye jó pára haza is jöttek. Igen. És Tihi is hazajött, azt hiszem. Ő jött az első. Megvolt a lóvé az autóra, hogy elsőnek fog megkocsikálni Budapestre. Soha nem felejtem el, de büszke volt rá. És na, a lényeg az, hogy eldőlt, hogy ki az a 10 ember, aki marad. Ahhoz jött ki a Grosics, a Szolnok Pista, Szusza Feri, Bagoly Berci, meg még valaki. Ja, meg vele, Csikor, igen. És még velünk volt akkor a D-Szabó gyerek.
Ott volt a túrád, aki az szintén aztán nem jött velünk haza, az kimaradt Spanyolországban valahol. Nagyon ügyes valami. Erről hallanék szívesen egy pár szót a Dél-Szabóról, mert azt mondják, hogy... Második Puskás volt. Igen. Akkor ez igaz? Igen, igen. Nagyon borzasztó ügyes gyerek volt. De hát abban a pillanatban, akkor, amikor volt, nagy hiába volt nagyon ügyes, az öcsi helyére nem térhetett. Az öcsit meg nem lehetett kitenni se bal szélsőnek, kezenternek, mert ő is olyan. Ő is belábas volt a Dél-Szabón? Igen, igen, igen. Mert abban a helyzetben, hát nem, az öcsi is játszani szeretett. Pálya közepén lenni, nem ott a centerbe előácsolni, vagy bal szélre szaladgálni. Lajos bácsi, egy kicsit elszaladtunk, térjünk még vissza a back meccsre. Igen. Ugye először játszottunk Bilbaóba. Igen. És a visszaágot már nem tudtuk lejátszani Magyarországon a forradalmi események miatt, ezért kellett egy... Igen, Brüsszel. ...helyszínt, és ez volt a brüsszeli Heysel stadion. Igen. Milyen volt az első back meccs a 3-2-es vereséggel végződött, ami Bilbaóba volt? Ugye a Bilbao volt a spanyol bajnok, és a Real Madrid pedig a címvédő, ezért a Begbe akkor két spanyol csapat indult. Igen, de mi hát a bajnokkal játszottunk a Bilbao-val. Nem is tudom, hogy vezettünk, és úgy ment el a meccs, vagy fölzárkoztunk ott is 2-2-re, már nem tudom. De volt egy szabályosból, nem adta meg a bíró, és akkor megkaptuk a harmadikat. Úgyhogy jó, majd akkor visszavágod oda való. Hát nem tudom. De ez ki... egy, de mire odaértünk arra a meccsre, azért egy fárasztó túrán volt keresztül. Persze. Utána néztem, 2-3 naponként jóformán meccset játszott. Hát igen, mert a léptentartásért kellett a pénz. Ugye, hogy utaztatni a csapatot, stb. Stb. És az Emil meg igen, mielőtt elindultak, pontosan elszámolt mindenkivel, mert én hallottam olyan dolgot, hogy az összenegyten sem lehetett a pénzt. Nem, mert volt egy Bozsik Szusza, meg a Sándor Karcsi, hárban leültek, és az Emil pontosan elszámolt ennek a három embernek, és azt is, hogy ki mennyit kap, mert kategorizálták, ugye válogatottak, meg nem válogatottak, meg tartalék, meg hát két civil volt velünk szertárosként, azok is kaptak zseppészt. Na, Mikola is hazajött, és jött helyette más, a Mikola Jani, aki főszertáros volt itt a pályán. Na, szóval az értekezleten eldőlt, de volt, aki onnan Milánomból itt nem. Igen, Milánomból indultak haza, volt, aki már karácsony, volt egy csak valami 3-4 ember. Ők bum-bam-bum, eljöttek Milánomból irány Bécs, Budapest. És azok vonatoztak. És volt, aki mielőtt például, míg össze nem állt ez a lényegében, arra az időre már összeállt a csapat, mert játszott a Csikar is, meg a Szolnok Pista is, meg stb. Akkor összekeveredett a csapat, de megvoltunk. Úgyhogy az első két meccsen a kint Dél-Amerikában Gyula védett. Az elsőt is már felébe ott hagyta, megkapott 4-et egy fél idő alatt, meg a másikat is ott. Még egy pillanatra térjünk vissza a visszavágóra, a Brüsszelben. A visszavágóra. Honnan váljunk csak, honnan játszottok, volt egy lazább meccs, hogy visszavágó. Anna az előtt egy kicsit borzolódtak fel a kedélyek, az idegek, mert akkor jött a sebesés, belekabart itt az egészben, meg hú, meg ilyen jó lesz, meg olyan jó lesz, meg jöjjenek haza minden. Közben a társaság eldöntötte. Én úgy voltam, ha megyünk, megyünk, ha nem megyünk, megyek haza. De én nem voltam, pláne, hogy még a Gyulát odahívták, akkor válaszoljon, de az végül ő sem jött velünk se haza, csak később. De a lényeg az, hogy
Úgy döntöttek az öcsiék, hogy menjünk Lilla. Nincs nyugalom Pesten, telefonkapcsolat már volt, de nem megnyugtató a helyzet, nem megyünk. Majd a nyugalom lesz, hát ezt lejátszok, ezt a... De most erre mondták azt, hogy nem tudom, valaki kitalálta, hogy át lett dobva a meccs csak azért, mert addig leeldőlt, hogy február 12-én indulnunk el Rióba. Na most ezt nem tudom, hogy kavarták, én is hittem, hallottam, mi, mire valaki azt terjesztette, hogy direkt elvesztettük a meccset, csak azért, hogy elvehessen nyilván Amerikában. Pedig akkor már nem az az egységes honvéd volt. Persze, hogy ragaszkodtak hozzá a Szusza, meg a Szolnapka, a Csikar, hogy menjünk, mert akkor mi a faszra köttünk ide, meg stb. Ez a brüsszeli meccs, egyébként ezt én is hallottam, amit a Lajos bácsi mondta, és nagyon örülök, hogy ezt megcáfolta. De az a brüsszeli meccs ugye abban az időben az volt, hogy tehát nem idegenverő gólok, ilyenek nem voltak. Tehát, hogyha megnyerte volna a másik meccset Brüsszelben a Honvéd, akkor van egy harmadik meccs. Igen. Igen. És ugye ezen a meccsen meg 3-3-os döntetlen lett. De hogy alakult ki ez a döntetlen? Úgy emlékszem, hogy Lajos bácsi megsérült és le is ment a pályára. Vezettünk. És én kivetettem egy labdáért, és ilyen jó taknyossal esése volt a pálya, rácsúsztok, belecsúsztok a rugó lábba, és ez az emlény, aminek fölcsúszott, és elrepett belül. És csupa vér lett, és tele lett sárral a szemem. És hát akkor fejem is koccant egy kicsit. Na mindegy, bevittek hordágy, kapusnak, Cibor öltözött be kapusnak. Most úgy mentek el ezek izére, 3-1-re megint, azt hiszem, mert mi vezettünk 3-1-re. Bocsánat, hogy beleszólok. Tehát úgy lett 3-1 a Bilbao javára, hogy a Cibor összeszedett két gólt, még a Lajos bácsi. Igen, 1-1 volt ez az első, igen. És a Cibor meg beállt, és amíg engem benkezd, kimosták a szememet, meg mindent ezért csináltak. Na jó, van, jött a holtány mentő, és így a játékos kijáró előtt ment el velem a holtánnyal a mentő, de én meg leugrottam azt, így le volt ragasztva a szemem. Leugrottam a holtányról, és jelentkeztem vissza a játékra, és a még a Szöcske bácsi volt velünk, hiszem, és mondta neki, itt vágja ki ezt a kis részt, hogy lássak a mind a két szememmel, a gézből levágott itt egy darabot. És akkor visszálltam a kapuba. Na a lényeg az, hogy én nem láttam, nem mondták az egyik, tehát ki akart a lukdalabdát, az kapuba lúgtak, lábbal akart védeni, és luftot rúgott. Egyet meg ki akart fejelni. És azt sem fejed, oda fejed, az vissza az ellenfélnek, hogy belugták. És akkor jött vissza a Lajos bácsi kapuba. Akkor értem vissza. De akkor még rúgtunk egy gólt, én úgy emlékszem. Sőt, kettőt, meg kiegyenlített. Na, azért mondom, mert utána, de az már ezért volt, gyufa. Igen, az már nagyon a meccs végén volt, már a 4-3-ra már nem volt idő, pedig a tudósítások azt írják, hogy a Honvédnek még volt helyzet, és nagyon sokat támadott a maradék. Igen. Szóval hát akkor a bajnok csapatok Eurókupájából kiesett a Honvéd, de jött a brazil túra. Mi volt ennek az előzménye? Miért volt olyan fontos ez a társaságnak, hogy elmenjen Brazíliába? Ez egyik a kiváltság volt, tehát nem így indult ez a fejünkben volt már két nyárra, egyszer vittek bennünket Svédországba is 3 hétre, meg Dániába. Mert egyenruhát kaptunk, civil egyenruhát mi. Mert hogy már igen jó régen ígérik, hogy megyünk Dél-Amerikába, de még mit tudom én, mert ez a politikai része volt, hát akkor nem. És akkor na most akkor itt vagyok, akkor most el tudunk menni, akkor menjünk. Én nőtlen embernek, nekem teljesen mindegy volt.
A nősök izgultak, hogy kijutnak a feleségeik, vagy nem. Volt, aki kijött, és feleségesül jött haza karácsonyra. De meg hát a többi, a vendégjátékosok is, ugye a Szusza, meg a Szolnok Pista, meg ezek, meg a Grocsésik, hát meg mi az, hogy nem menjünk, menjünk Dél-Amerikába most már, ha már eddig eljöttünk. Úgyhogy aki akart, hazajött, az a pár, és na jó, akkor meg vagyunk, legalább ki tudunk állni. És ott is így szépen ígértek ezért. Csak elején azt mondom, hogy mert kruzéromban kezdték azt a szót az Emil, hogy a dollárt kérünk, hát nem tudjuk mi ezt itt elvásárolni, meg stb. A brazil túra az végül is nagyon jól sült el, ugye nagy közönség sikert aratott a csapat. Első mérkőzésem a Maracanában, vagy azt mondták, hogy 160 ezer ember volt. Akkor még állt, de hézagos volt, mert azt mondták, hogy így 180 ezer ember is befér. Jó, hogy körbeálló hely volt, csak egy oldalon volt ülőhely, vagy mit tudom, viszont nem stadiont, olyan stadionszerű volt, hogy jó. És na hát végül is lenyeltük, lejátszottuk 5 meccset, 4-et Rióban, 1-et São Paulóban, és már akkor ritkult a közönség, akkor már nekik sem volt üzlet, mert úgy látszik unalmas volt, hogy... Mindig megverjük őket. Ne, kaptunk ki egyszer talán, vagy kétszer, meg 2 döntetlen volt, és na, akkor azt mondták, akkor semmi változás, csak elmegyünk Caracasba, ott lejátszok le a másik 2 meccset, a 2 csapat együtt, ott bemutató mérkőzéseket fogunk játszani ugyanaz a pénzért. Tehát odaértünk, ott a, majdnem, hogy a fele majdnem lelépett már. Mert közben azért folyt az intézkedés, a vezetőtút levél, meg stb. Úgy maradtunk ott a 6-7-en a piros útlevelünkkel és a KLM-es repülőjegyünkkel. Mert ha lejátszhattuk a 7. meccset, elhúztak mindenki Bécsbe, akinek meg volt a menekült útlevele. Akkor átszállott a másik repülőre. Minket meg nem akartak KLM, csak abban a feltétellel szállítani, ha elvisz Amsterdamig, ottan. Ha még nem nyitott ki a budapesti repülőtérnek, addig ellátnak, és ha kinyitott a budapesti repülőgép, az első gépekkel repülhetünk haza. Mindegy, hát ott volt a lóvé a zsebünkben, vásárolni akartam Bécsbe. Én is már az autót megrendeltem. Na most Brazíliából, erről a túráról többen nem tértek vissza. Tudjuk, hogy Puskás, Kocsis, Cibor a játékosok közül, az említett D-Szabó, és a maga nevében szerintem ugyanolyan világklassz is, mint ezek a labdarúgók, az Österreicher Emil, akit ma talán menedzserként titulálhatnánk. Kinek mi volt az oka, hogy nem tért vissza? Az öcsének volt nagyon jó, azt bár itt Európában voltunk, már keresgélt állandóan elmondt itt. A Kocsisék, meg talán a Kubala, mert játszottunk Mézébe, Barcelonába is meccset, a Kubala Laci még játszott. Még nem volt edzőse, de ott ótogatta őket. Ezek biztos szóltak, hogy itt játszanának. Gondolom én megbeszélni. Hát talán Cibornak az is közben játszott. Mi? Cibornak talán az is közben játszott, hogy géppisztolyan mászkált. Biztos, hát az... örömmel vették volna, amikor hazajön. Hát igen, de hát nem hiszem ő, hogy olyan dolgot követett volna el, nem tudok róla, de nem hiszem el. De hát nem is kellett ott. Hogy hősködött, bohóckodott a géppisztolyjal. De hát az is elítélték volna el, igen, hogy játszik. Hogy fogadta a szövetség és a közvélemény hazatért játékosokat?
Hát volt egy Marosán nevű ember, aki nekünk azt üzente és garantálta, de akkor már aztán Caracasban voltunk, amely egyébként is. Na azon dőlt el, hogy nem megyünk Közép-Amerikába, már mindenki igyekezett errefelé vissza Európába. Az öcsiék igyekeztek a kocsisék a Barcelonon, a Reálhoz, meg mit tudom én, majd Bécsben mindig ott van, majd akkor tárgyalnak. Hát akkor mi legyen? Hát akkor menjünk haza. De hogy mit kérdezni, hogy... Hát, hogy mikor hazatértek, akik ja, a Marosán megígérte. Így hogy fogadták, tehát. A Marosán megígérte, de most, hogy mi Bécsig eljöttünk. Az öcsiék még ott voltak. Vagy már tovább álltak éppen. Például én nem, ott voltunk majdnem egy hétig Bécsben is, ezért nem találkoztunk. De kérlek szépen, akkor valaki telefonált haza, vagy nem tudom én, mi, vagy az Emily még akkor ott volt, fölvette a kapcsolatot a Schumetta Lajossal, az elnökünkkel. És kijelölt az, hogy a március 3-án 12 órakor várunk benneteket, ez 3-4 nappal előtte volt, várunk benneteket Hegyeshalomnál. Gyertek nyugodtan, én garantálom, hogy semmi probléma nem lesz. Azt elmondták, és akkor azt mondtuk, na akkor gyere, tűzünk, pakoljunk, sürgősen vásároljuk meg még, ami kell. Aztán fölállt a karaván, mert többen jöttek kocsival, és Filáncot én hoztam. Hegyeshalomban találkoztunk, ott el volt intézve minden, megmutattuk a útlevelünket, és már jöhettünk is. Egy Filáncot beütettek hozzám, és bejöttünk a Nemzeti Bank mögött, milyen csarnok, Nemzeti Bank mögött, a, milyen utca az? Na, a Hold utca, nem? Hold utcai Finanszközpontig mentünk, oda be kellett vonulni, mindenkinek az autópapírját bemutatni, még egy jó, vagy 2-3 órát ott voltunk, mire elkészültek, de kaptunk idegenes rendszámot, meg kaptuk ideiglenes jogosítványt, hogy hazamenjünk a kocsival, kész. Vámolás ebben, ahogy a Marosán ígérte, mindent hozhatunk magunkkal, semmi gond nem lesz, se vámolás, semmi nem történt, ezzel a papírokért, hogy forgalomban részt tudjunk venni itthon. Aztán szóltak egyszer, hogy a Népstadionban kellett kimenni, a jogsit azt megcsinálták, már Honvéd vonalon valahogy ízéssel, mit tudom én már, hogy kellett ilyen kitöltve tesztlapokat, mindjárt, csak nem volt kitöltve, de megsúgták, hogy miben mit kell beírni. A hazatérők, bocsánat, hazatérők mindegyike kisebb-nagyobb büntetéseket kapott Lajos bácsira, mennyit mértek ki? Emelesz 3 hónapot. 3 hónapot? Uh-huh. Várja, március, április, május, június. Valahogy azután volt vége a bajnokságnak. Ez volt a 57 tavaszi bajnokság, ami hát majdnem, hogy kiesett a Honvéd, hogy elvesztett elég sok játékosát. Most nem tudom, hogy védtem-e az utolsó két bajnokin, vagy nem. De már edzegen, én jártam kiedzésre, csak eltiltás miatt nem tudtam játszani. Lajos bácsi, ki volt a legjobb barátja a csapatban? Ó, hát a fiatalok közé volt többes. Hát figyeljé, ahogy mondtam, jártunk meccs után mindig a Margit szigetre. A nősök hozhatták a feleségüket, sőt, majdnem kellett hozni. A nőtleneknek, meg, hogy a kocsis mindjárt, mint tudom, jött volna egy karabácsak. A lényeg az, hogy azt mondták, hogy tartsam, ha megvan az esküvő, akkor jöhet a feleségetek is. Na most így egy kicsit úgy lett megosztva a társaság, hogy mit tudom, hogy megvacsoráztunk, mi meg a macsalé,
Törölcsék, Mahos Feri, Dőtledek. Mi meg törültük a szápat, köszönjük a vacsora tűz a belvárosban. Vadászatra. Akkor kezdődött a vadászat. Na. A 60-as évek, pontosabban nem 60-as évek, hanem 1960 római olimpia. Milyen emlékei vannak? Rossz. Pedig bronzérmet kapott. Igen. Hát ha tudották, melyik volt abba. Végigvédtem az összes. Ez olyan érdekes dolog, nem akarok megbántani senkit. Elmondom, de azt törüljétek ki. Majd. Megmondom, hogy törlés. Jó. Végigvédtem, már utánpótlás válogatott, ha volt valami vélemény, mert már első számú kapus voltam. Török Gabival váltogattuk egymást. Nem sűrű. De én vétem ide az első számú kapus. Akkor kikerültük az olimpiára, az edzőnek a zenembe ki mindig kimegy a fejemből. Nagyon jó csapat volt, nagyon jó társaság. De megérkezett. Azért az olimpiai bronzérem szépen csillog. Hát persze, otthon valami csak nem kaptam meg. Na. Nekem azt mondták, hogy nem adtak csak annak a 11-esnek, aki a pályán volt. A nagy diplomám ott van a falon, amit minden játékos az érem mellé kapott. A diploma olimpikó, róma, stb. Gyönyörű, szép. Az ott van. Érmet nem adták ide. Lajos bácsi, ki volt vagy kire emlékszik szívesen legjobb edzője a pályafutása alatt? De nekem soha nem volt az edzőke problémám. Én szerettem a Kalmár Ernő bácsit, szerettem a Sós Karcsi bácsit, nem is tudom, ki volt még utána, nem tudom már. De én mindenkiben, a Lakat is ott volt. Az a legjobb humorú edző. De Lakat Karcsi bácsi, tehát mondom, nem is. Nem voltam ilyen edzőkritikus, meg edzővel vitatkozó, meg helyzet. Én szerettem játszani, és szerettem védeni, és örültem, hogy ott vagyok. Ez a hülye felfogás. Nem biztos. De nem éreztem azt, hogy nekem ez a munkám, ez kötelező. Én nem munkának éreztem a játékot, a meccset, hanem játéknak. Az edzés meg a munka, a játékra való felkészülés. Melyik volt, vagy ha nem egy, akkor esetleg kettő, a legemlékezetesebb meccs, amire mai napig szívesen emlékszik? Hát volt, sok volt, de egyet, kettőt, de jó van, kettő megvan. Az egyik Bécsben volt egy húsvéti tornán. Kérlek szépen, 6-6 állásnál, az Ausztriával vagy a Rapiddal játszottunk, 6-6 állásnál kitört az egyik csatár. Én egy teljes sprintből már 11 méter előre betőttem, csúsztam a fűből ki, elkaptam a labdát. Volt hátra 2 perc, és ahogy fölnéztem, ott láttam magam előtt 10 méterre az öcsét, a puskást. És ahogy föláltam oda, kidobtam neki. Az meg megindult mind a rakéta, átment a fele, 2 embert kicserezett, átjutott a felezővonal, a kocsis meg mind a rakéta úgy ment előre. Fölrúgta neki, az alapvonaltól és az ötös vonalától beljebb kicsivel, 2 méterre ért a kocsis, főment, így kitekeredett a levegőbe, úgy fejelt ebben a homlokába a fordulat után a labdát, hogy a kapus mögött, a túlsó kapufal apjáról esett be a hálóba. 7-6-ra nyertünk. És a másik? A másik meg a Belgrádban volt, a Partizán ellen. Mikor hazajöttem, azt mondta, szólt anyám, még mondták, hogy te, téged összetévesztett a szemes. Első fél időben Gyula védett. De egyszer vezetett a Partizán, rögtön kapott magához fél időt, de nekem mondta, ne menjél be, ne menjél be, menj vissza melegíteni.
melegíted, de melegítetted, rendesen. Vetődöm, sáv, innen, minden, de olyan vettem, mint a disznó. De bemelegíted, meg kell rendesen. És kérlek szépen, hazaértem a mozdákkal ízzék, hogy te Szepesi a második fél időt majdnem végig közvetítette, hogy nem vette észre, hogy a második fél időben már te vécs. Csak a Grosicsot dicsértem. Azt mondja, az marrára dicsérték a Grosicsot, és nem győzött elnézést kérni, hogy hát neki megszöltek, hogy te fél idő óta te vécs. Ezt már befejezében Gyurival megbeszéltük. Milyen volt abban az időben egy nagy rangadó, tehát a Ferencváros vagy az Újpest ellen, milyen volt a hangulata? A pályán vagy a nézőtéren? Hát a pályán az rangadókra mindig úgy ment ki a csapat, gyerünk, de szóval nem sétálgatni jöttük, hanem gyerünk, esünk neki, aztán csináljuk. Úgyhogy nagyon sok jó meccset játszottunk, kellett hátulzunk. Én nem tudom, most visszatérek a nézőt. Azelőtt többet rúgtak kapura. Már 16-osról, meg 16-osról kívülről már tüzeltek. Ma meg mindent be akarnak vinni a kapuba. Nagyon nehéz dolgok van a mai kapusoknak. Mert mind ott az orrók előtt passzolgatnak még, meg ott kömenteni, meg mit tudom én mit. Ott meg lehetett, jött a lövés, repülj balra, kúszál, vágd magad földhöz, stb. De jó, jó. Hát a Fradit azt mindig általában megvertük, mindig, majdnem mindig. Hát nem is tudom, hogy kaptunk ki ilyen Fraditot akkor. Pedig azért ott voltak ők is a harmadik, negyedik helyen, ott az Újpest, Vasas, Fradi, ezek vitézkedtek ott a MTK Honvéd mögött. Nem tudom. Komoly. Ha valamelyik, már balhé volt, ha valamelyik lazsát, meg mit tudom én. Például volt egy ide eset, mint a valamelyik meccsen, az öcsi kapta Bozsiktól a labdát, és ő indított a Budait, meg a Cibor, meg kiszólt a Jenő bácsinak. Jenő bácsi, te csenéljél ezt a kövér disztót már, nekem meg nem a csal a labdát. Pedig a kocsistól kapott, szokott keresztlabdát kapni. Tehát. De jó, a játékosok is jobban soha szeretném. Nem volt az, hogy ezeket gyerünk, ezt úgy is megvedjük, hogy belül tudtuk, hogy ezeket meg kell venni. Uh-huh. És úgy játszottuk a rangadókat. Alas bácsi, mikor fejezte be az aktív pályafutását? Nem én fejeztem be. Befejeztették vele. 63-ban. Még 31-et sem érte be. Akkor már itt ilyen kavarás, volt egy ilyen kavaros világ, itt volt egy testnevelő tanár, meg mit tudom én, valahonnan hozott egy kapus, aztán ott mesélt, nem is került végig most oda, ilyen törpe gyerek volt, de írtó nagyokat tudott röpülni. És kérlek szépen, nyáron volt, aztán nem is tudom, vettem a Dózsa Györgyöt a fizetés, hogy na, mi van? Nincs még edzés. Már így jön. Azt mondja, hogy jaj, te várjál. Ebben a kész kellett bemenni a szakosztály. Ki volt akkor a szakosztály vezető, de várjál, belegyünk rá. Szóval közötték velem, hogy akkor én most a ifi csapat edzője leszek. Ők gondoskodnak rólam, mert én nem szabad, hogy innen elmenjek. Gondoskodnak rólam, úgyhogy most beutazott a csapat Németországba. Mondom, se edzés, semmi, csak úgy ízé. Nekem senki nem szólt. És én egy kicsit lehet, hogy elkésnek, de 63-ak voltam. Igen. 63, igen, akkor született a lányom. Akkor kicsit el voltunk a gyerekkel foglalva, aztán mondom, benne de van, mi van? Hát azt mondja, te, nem, maga ne idegeskedj. Nyugodt legyen magára, mi gondoskodunk, mert maga lesz most az ifi edzője. És ha nem akarom, nem mondtam csak, hogy semmi van.
Hát miért kell, abba kell, abba hagyatták vele. És gondolja meg, gondoltam abba, hány ilyen 60, mennyi, mikor tudok nyugdíjba menni. Aztán nekiállt a edzősködő, az a rohadt labda azért csak húzott. És tegyük hozzá, hogy mindezt a Honvédnál a Honvédnál maradt, tehát nem ment máshova. De voltam én más, nem más, idegen csapat. Honvéd nem mondták meg. 68-ban egy évig Kaposvári tátyit, elhoztak három játékost. Az is katonacsapat volt. Katonacsapat. Három játékost elhoztak, azoknak megígértek, hogy engem elküldenek oda edzenek. Mert MB1B volt akkor, vagy MB2. És akkor a, hogy ezt a tár, és akkor éppen le voltak eresztve. Na, hogy én fejet, vigyem fel a izét, MB1B-ben visszavigyem a izét, a tárcsicsot. Mert a Kossuth-pál akkor fönn volt. Aztán elküldtek izébe, elküldtek Szíriába. Mert valamelyik katonai fejes azt ígérte nekik, hogy a katonacsapathoz küld egy edzőt felkészíteni a kínai útra. Három hónapra vezényeltek. Egy hónapig el sem tudtam, hogy hol van a pálya. Nagyra összeszedték a társaságot indulás előtt, na meg jó három hetet dolgoztam, mert hát voltak edzők, nekem állnak is, azok is. Persze én csak mindig mondtam, mit kell csinálni, meg hogy csináljuk, meg lerajzoltam, meg stb. Sőt, kaposokkal foglalkoztam. Volt a valamelyik bajnokságért kaptuk egy Breitling stopperos órát. Levettem a jegyzetemmel együtt kapu mellé, letettem, megdolgoztam a kapust. Az edzés végére csak a jegyzet volt meg. Labdaszerű gyerekek leléptek az órámba. Addig szedték a labdát, rohangáztak, de viszont valamelyik lenyúlta. Hát ott kaptam ezt a másikat. Na, alig hazajöttem, már mondták, hogy te izé. Várjál, jó van, meghalt a Budai Laci 80-ban. És hát fél százalton, aki segítette, azt csinált neki, de jó van. Különben is nekem, de három éve alezredesnek kéne lenni. De nálunk a Honvédnak is alezredesi státusza. Hát akkor egy kimész a Kossuthra, átveszed a csapatot, meglátod mindjárt, megkapod a, már három éve később egy csillagodat. Na, meg. Tehát volt az első csapatnál is edző. Volt, amíg emlészáros tudom mellett, akkor ifi edző voltam, de pályaedző is. Mert mindenki, a gyereseknek egyébként is már részének a Reiner Kálmánnak is a Babolcsai Gyuri segítkezett úgy kicsit a edzés munkába, rugások, stb. Szóval nagyon jó közös. Én meg, hát ne viccelj, a Honvédban kitalálták, hogy jó, ifi edző. És délelőtt mit csinálsz? Mondom, most a csapatra nincs itthon. Na, akkor neked be kell járni. Ja, mit gondolsz, mi is bejárunk reggel 8-ra, akkor csak te járjál be. Ezért úgy ment egy hétig. Felgett a csapat, mondom, inkább délelőtt megyek edzés, minden Honvédban. Volt a Honvédnak egy fekete mozambiki játékos, a Genito nevezetű játékosa, és emlékszem, hogy egyszer Lajos bácsi kim volt edzésen, és az anyanyelvén köszöntötte a kis fekete gyereknek, mert kikerekedett a szemben, nem értette, hogy mi van. Ja, azt nem értette, amit én mondtam. Nem, hanem hogy... Húha, hogy is ezért? Mozambikból volt. Mit? Mozambik, igaz? Igen. Hogy került Mozambik? Hát a Mozambikból jöttünk haza, akkor mentem a Kossuthra, de azt mondtam. Nem. Jó, ezért, Szíria után irány ezért. Mozambik. Egyedül egy korrekt ember volt, de én is hülye voltam, mert nem vettem a lapot. Mire kiküldtek, de még az, akkor Kossuthról szó sem volt, hanem kim voltam valamelyik meccsen, és szakosztály értekezlet volt. És a nyitrai vezérőrnagy, a pénzügyi főcsoport főnök félrehívott. Már fél idő volt mindenki, de Lajos, jöjjön már ide. Mit gondol? Készül egy új ezred.
Tudom, hallottam, mert mondták, hogy maga nagyon tisztességes és rendesen végezte a munkáját a tisztiházban a pénzügyöd. Én meg keresek egy pénzügyi tisztet. Magára bíznám azt az ezredet. Gondolja meg. Itt Pest környékén volt valahol. Hú, levegőt nem kaptam. Az azért végig csak egy rang. És hát, mondom az is, ez már igen, megint 80 előtt volt. És hát, nem bírom még. Eszembe jött a Honvéd, bementem az izébe a pénzügyi osztályra. Én a dohányos hagyott testem a füsttől. Mondom, menjek egy füstös irodába, üljek be, jelentkezem, főnök, fogok jelentkezni rövidesen, jó? Megengedi? Jó. Keresse meg, maga az első számú jelölt. És lemondtam, én marha. Mert nekem nem voltam párttag, és nekem most fele anyagdíjam, mint azoknak, alezredeseknek, akik a párttagként mentek nyugdíjba. Ennyi. Lajos bácsi, egy pillanatra még szaladjunk vissza a múltba. Nagyon keveset tudunk Nemes Józsefről. Ugye annak a korszaknak... Ne hadom, igen. Annak a korszaknak a jeles kispesti labdarúgója. Ó, hogy nagyon, igen. Milyen emlékei vannak róla? Mit tudom? Én láttam is még játszani őket, még mikor meccsre jártam, akkor... Hát... Nem is tudom, hogy mikor... Ja, előtte évben az, hogy ahhoz, hogy ott 47 körül jött a gyulai horvát kettős. Igen. Az lett a jobb szám, mert valaki elment a jobb széléről is, és akkor nem tudom, ő meg aztán abba hagyta, de edző lett. Igen. Itt lett ilyen utánpótlás, ifi vagy serdülő edző, minden, sokáig volt, de 40, én mentem 45-be, ő meg már nem volt ott. De még látta futballozni. Milyen futballista volt? Játszani nagyon szenzációs futballista volt a kis puskás jogösszekötőbe. Igen? Igen, szóval szervezettek is. Játszott is, passzol és gólokat is rúgott. Tegyük hozzá, hogy... Volt Egresi, Nemes, Mészáros, Rutko, Non. Ez egy csatás, bomba csatásról volt. Bizony. Én azt akartam az előbb csak hozzáfűzni, hogy a válogatottsággal ő sem volt nagyon megállva, mert egyszeres válogatott volt, pedig azon az egy mérkőzésen 3 gólt rúgott. Mégse érdemeltek ilyen a további válogatottságot, tehát jó futballista volt pedig. Az nehéz volt mindig kitalálni, mert megmondom őszintén, én sem rajongtam a sebesét, pedig 7-szer voltam válogatott, de nem tudom, voltak ilyen idiomái is. Nem tudom, mit kellett volna csinálnom bele, hogy kedvencsel legyek, hogy belopjam magát. Hát lehet, erről te még valakivel játszhatok itt a skótokon, vagy laptop kivel, és nagyszálló, Margit sziget, edzőtábor, külön terem. Jött az öreg, először láttam jegyzetekkel. Minden mai edző leült, és elkezdett a futballról előadást tartod, meg hogy kellene játszani. Meg mit kellene játszani, meg... A Cibor meg megszólalt, hogy Nyuszti bácsi, hát hagyja már, hát úgyis mit csináljuk a játékot, a pályán kell ezt kitalálni. Én meg hangosan elröhögtem magam. Lehet, hogy ebbe szúrtam mellett. De tényleg olyan vicces volt. Hát most mondjam azt, hogy
mentünk, volt itt a Honvédá is, 56 után valamelyik a tanácsadóként vagy valami, voltunk még Bolognyában is vele, vagy hol. 57, 58, 59 táján, valami itt volt, és kérlek szépen, mentünk valahova, hát mindjárt busznál kapcsoló, én nekem vállalka már hangom is volt, csapata idősebb, ezért a sofőr mellett lehajtó széket, mi utoztunk, én utoztam, így a rádió, ezért megszólalt hátul, de kapcsolt ki, kapcsoljuk, hogy énekeljük inkább mozgalmi dalokat. Anyát, hát elkezdtem, mindenki röhögött rajtát. Jó, Muszti bácsi, akkor vagy. Szeret a sejbe, te elvtárs. Borzasztó. Lajos bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és jót beszélgettünk. Remélem nem volt kellemetlen beszélgetés. Nem. Jó.